A fashion dance nem kötődik egy adott konkrét stílushoz vagy műfajhoz sem, hangzott el vasárnap a Lauber Dezső sportcsarnokban rendezett táncgála megnyitóján. Pap Viktor, a szervező táncklub vezetője elmondta, hogy a koreográfus bármilyen alaplépés sort szabadon választhat. A hip-hop, jazz és funky műfaji sokoldalóságának köszönhetően a nézők is izgalmas látványban részesülnek. Ezekben a kategóriák, mint a Fashion Street Dance start kategória, vagy a Rocky start kategória, nagyon sok tanítványunk táncol, és tulajdonképpen olyan sokat nem versenyeznek egyébe kétszer-háromszor, és ezeken a versenyeken ugye a zsűri értékeli őket, és azért mivel minősítés, tehát ezáltal arany, ezüst és bronz minősítés kapnak, tehát mindenki jól jár, tehát ez a legfontosabb. A táncosoknak nagyon sokoldalúan képzettnek kell lenniük, hogy az adott koreográfia érzelmi világát hitelesen és pontosan tudják visszaadni. Ez már a 10 éves korosztálynál is elvárt. A táncverseny egyik alkategóriája volt a duó és trió felállások bemutatója, amiben egy ezüst minősítést elnyert kislánycsapat tagjaitól kértünk bemutatkozást. Német Gréta. Kisbornál Léna. Váradi Viola. Mióta táncoltok? Én 2 éve. 1,5 éve. 4 éve. A közönség előtt nem, de a kamera látványától sokkal inkább izguló lányok elmondták, hogy heti 2 alkalommal járnak próbálni, és a mindennapokban is sokat táncolnak, mozognak. Pónyáné Máté Melinda készítette fel őket a megmérettetésre, aki a vasárnap színpadra lépett táncosok közel felét koreografálta. 2013. január óta foglalkozok gyerekekkel, akkor serdülőket kaptam először, 9-12 éveseken, viszont utána ősszel már a mini korosztályt is megkaphattam, akik ugye 6-8 évesek, és ugye azok, akik 13-ba kezdtek, ők most már nálam felnőttek, ők felnőtt kategóriások, jobban mondva, illetve onnan van 2 asszisztensem is most már. Az oktató hozzátette, hogy a kis táncosok fellépését a zsűri mögött, a fellépőkkel szemben állva kíséri végig. Segít nekik a ritmus tartásában, és ha valaki eltéveszteni az irányt, az ő mozdulatait figyelve gyorsan visszatalál a következő tánclépéshez. A pandémia alatt nem tudtak rendezvényeket tartani, de a járvány enyhülése óta ez már a 2. gála a sportcsarnokban. Pap Viktor kérdésünkre elmondta, hogy oktatói követik a Fashion Street Dance alapvetéseit, vagyis egy klip hangulatát veszik alapul, nézik az abban látható koreográfiákat, és ebből készítenek akár egy jobbat. Ehhez megfelelő oktatói tudás áll rendelkezésre a több mint 30 éves tánciskolában. A klubunk 1988 óta folyamatosan működik, és ez idő alatt több 10 000 gyerkőcünk volt, 15-16 éve került be a Fashion Street Dance a repertoárba, egyébként egy Rocky klubról beszélünk, de szélesedett ez a repertoár, és igazán a legfontosabb az, hogy mindenki megtalálja a helyét ebben a klubban. Legközelebb a Tánccentrum évadzáró rendezvényén láthat a közönség táncolni kicsiket és nagyokat egyaránt.